Szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit itt a HiMap Múzeumban. Imáron most már talán negyedik, ötödik ilyen alkalom, hogy az 56-tal kapcsolatos megemlékezés részeként egy ilyen előadást és beszélgetést tudunk megrendezni, aminek különösen azért örülök, mert szerintem nagyon fontos, hogy a múzeumnak, illetve a budaörsieknek is szerintem, hogy 56-ról nem csak országos szinten, hanem budaörsi szinten is megemlékezünk és beszéljünk róla. Ugye nagyon sokszor azért beszélünk 56-ról, de Budaörsön, én ugye itt nőttem föl kisgyerekként, de nem igazán hallottam arról, hogy itt volt egy sortűz Budaörsön 1956. október 27-én, úgyhogy amikor egy jó pár évvel ezelőtt, hát elsősorban a Széchenyi kör budaörsi szervezete és Kovács Tiborné segítségével, Jutka segítségével találkoztam ezzel, akkor azért is nagyon örültem ennek, mert egyrészt egy kicsit többet megtudtam Budaörsről és a budaörsi 56-os eseményekről, másrészt pedig egy kicsit ilyen lendületet is kaptunk az ügyben, hogy ezt tovább kutassuk. És a kutatások mellett ugye évek óta most már kortanukat tudunk meghívni. Most egy párat itt látok is, két Ferenc is, ugye itt van, nagyon köszönöm, nagyon örülök neki. Az elmúlt években nagyon sok kortanú volt itt, és ugye mindenki elmesélte az ő emlékeit, az ő olvasatát. Hát volt, amikor egyezett, volt, amikor nem, de azért összességében próbálunk, és a mai előadáson is próbálok önöknek, vagy aki most hallott először, annak mindenképpen egy olyan hát képet vagy forgatókönyvet elmondani, ami nagyon valószínű, hogy mi történt itt 56-ban Budaörsön október 27-én. A címe is ezért az előadásomnak az, hogy fotók, emlékek, Budaörs, tehát fotókat is szeretnék megmutatni. Itt a múzeumban is találtam egyébként 50-es, 60-as évekből fotókat Budaörsről, valami nagyon sokat ilyen fotógyűjteményekből, illetve a Fortepánról is nagyon jó képeket találtam, ami szerintem egy kicsit ki is egészíti, meg talán egy pici gondolkodás is készített minket, hogy itt pontosan mi történt Budaörsön. Az emlékek azok ugye összeadódnak mindabból, amit a kutatások idáig felmutattak, illetve mindaz, amit a kortanúk elmondtak az elmúlt években, és hát ugye a központi elem, a téma az ugye Budaörs, hogy Budaörsön mi történt itt 56-ban. Az előadás, egy kb. 30-40 percre szeretnék rabolni az időtökből, összeállítottam, hogy pontosan miről szeretnék beszélni. Ugye az október 27-e előzményei szerintem nagyon fontosak, hogy tudjuk behelyezni ezt a napot az egész 56-os tematikába. A második részében szeretnék a külföldi véleményről, a külföldi sajtóról röviden beszélni, hogy gondolt ezt akkor tájt a külföld, a körülményekről, amit ugye ismerünk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy miért történt ez itt Budaörsön is, ahogy történt. A központi rész, hogy az előadásnak az maga a budaörsi sortűz lesz, a történészek, a helyi kutatók, rendőrség, kortanúk véleményét szeretném megmutatni, valamint Schwarz András özvegyének egy ilyen kéziratát, amit a Budaörsi Napló újságból kaptam meg, állítólag hozzákerült, egy rokon találta meg, ami talán egy újdonság, egy érdekesség, ezt szeretném megmutatni, illetve ehhez is azok a budaörsi fotók, amiket találta meg, szeretném mutatni. Kiegészítésekkel szeretném kicsit színesíteni, vagy gazdagítani a tudásunkat, hogy miért történt ez, miért nevezhető ez az egész történet háborúnak, ami szerintem megint csak egy picit árnyalja és könnyíti a helyzetünket Budaörssel kapcsolatban is, és akkor a végén zárásként azok a fotóképek, amik szerintem egy kicsit további beszélgetésre sarkalnak minket, azt szeretném megmutatni. Ugye október 27-én tudjuk, hogy két nappal vagyunk a Kossuth téri sortűz után, ami 25-én történt, ahol 70-80 ember halálát okozta az a sortűz, és hát a Kossuth téri sortűz után volt az, hogy a magyar emberek nagy része úgy gondolta, hogy na most aztán tényleg ilyet nem lehet velük tenni. Ugye 30-án volt, amikor meglincseltek nagyon sok ávost, AVH-s, tehát ez azért egy elég szomorú és komoly dátum az 56-os tematikában, a Kossuth téri sortűz. Ez személyes történet, a édesanyámnak egy volt kolléganője, Kati néninek hívják, most már ő 90 éves elmúlt. Három gyermeke volt, egy fia, egy lánya, meg egy még fiatalabb kislány, és a egyébként Kati nevű lánya, a Bece neve Mókuska volt, ő egyetemista volt, ott volt a Kossuth téren akkor, békésen, mint a legtöbb ennyi idős
tüntetett, belelőttek a tömegbe, a Mókuska, a Kati is a halottak között volt. És amikor mesélte a Katininak, akit nagyon szeretünk ilyen családtagként, nagyon, egy nagyon-nagyon szeretnivaló kedves ember, amikor mindig mesél erről, hogy milyen volt, amikor csöngetnek és mondják, hogy a fia egyébként megsérült, tehát a lábán sérült, és a kislánya meghalt. Tehát ez valahogy mindenki talán tud ilyet az ismeretsége körében mesélni. Ez egy olyan komoly és olyan szomorú pontja volt 56-nak, amitől ugye érthető válik, hogy miért lett még dühösebb az a tüntető tömeg. Ugye 27. előtt 26-án hirdették ki az amnestiát, hogy akik leteszik a fegyvert, amnestiát kapnak. Ezzel szemben viszont a Szabad Európa Rádió folyamatosan bíztatta ugye a felkelőket arra, hogy ne tegyék le a fegyvert, jönni fog a segítség. Én egyébként a András Egyetemen ott egy ilyen kutatást végeztem a Szabad Egyetemi Rádiónak a 56-tal kapcsolatos adásairól. Érdekessége az, hogy valóban a végsőkig bíztatták a tüntetőket arra, hogy ne tegyék le a fegyvert, ami egyrészről akik ugye a műsort vezették, mint magyar, illetve magyar érzelműek voltak, tehát ők hittek, vagy reménykedtek abban, hogy ezzel segítenek a magyarokon. Viszont, hogyha most így végignézzük majd az egyéb adatokat, akkor látjuk, hogy gyakorlatilag 23. este 9-kor, amikor Gerő Hruscsov tanácsára hívja a szovjeteket, akkor már mindenki, legalábbis ebben a szűk körben tudja, hogy ezt le fogjuk verni, ezt a forradalmat. Úgyhogy az a szomorú, hogy ugye a rákövetkező napok is mind azt mutatták, hogy Nyugat is pontosan tudta egy ponton túl, hogy nem fog segíteni Magyarországon, tehát sajnos nem mindig van segítség a Szabad Európa Rádió. Ugye ezen a napon 27-én, 11 óra után ismerteti Nagy Imre a kormányának az összetételét, ami egy kicsit abban is fontos lépés, hogy az előző napoknak a húzavona játéka után Nagy Imre 26-a környékén kell, hogy döntsön, hogy akkor a Gerőjék féle behívjuk a szovjeteket oldalt válaszja, vagy pedig az élére áll ennek a forradalomnak, és úgy dönt, hogy akkor az élére áll ennek a forradalomnak. És a 26-a egyébként, a 27-i nap előtti nap, ahogy az ember annyit olvas 56-ról, én úgy gondolom, ez is egy picit ilyen fordulópont az 56-os tematikában, hiszen addigra, ugye Kossuth téri sortűz után vagyunk, pontosan láthatóvá válik, hogy elindul a vidék is. Tehát nem csak Budapesten a egyetemisták, illetve a fiatal emberek mennek az utcára, hanem vidéken is, Győrtön, Miskolcon keresztül millió kis településen kimennek az utcára, mint Budaörsön is, hogy ez volt a cél, hogy hasonló, mint a budapesti tüntetések, ők is akkor kimennek az utcára. Illetve a katonasságnak körülbelül a fele átáll, úgyhogy ez már egy országos szintű tüntetés forradalmat jelent, tehát ez egy elég komoly fordulópont volt szerintem az 56-os tematikában. Ugye pont emiatt is talán ugye az élelmiszer ellátás akadozik, hosszú a várakozás, ezt itt Budaörsön is ugye tudjuk, hogy 27-én nagyon sokan sorban álltak, a kenyérre vártak. 27-én kiszabadítják a Váci börtönnek a rabjait, 800 embert, ugye a politikai foglyok túlnyomó részt. Érdekesség egyébként, majd megmutatom, hogy az akkori rendőri jelentés szerint mi történt Budaörsön, majd látni fogják, rabok mentek ki az utcára, hogy az olvasható a jelentésben, tehát valahogy össze is akarják most utána később ezeket a dolgokat. Ugye ezt tudjuk jó, hogy az akkori hivatalos jelentéseknek nagyon egyszerűen fogalmazva fele sem igaz, tehát az nagyon komoly fenntartásokkal kell kezelni ebben az időszakban. És ugye amit viszont az emberek az utcán nem tudnak, az, hogy a diktatúra terve már kidolgozás alatt van, tehát ahogy említettem, már 23-án este 9-kor Gerő felhívja, hogy hívja a szovjeteket. Ugye ők akkor Jugoszláviában voltak, a jugoszláv-magyar kapcsolatokat kicsit javítandó, de hát hallották, hogy ugye itt elindultak a tüntetések, és Hruscsov tanácsára ők egyből lépni szerettek volna. A külföldi sajtó is nagyon fontos mérföldkő abban, hogy 56 az sajnos milyen szomorúan végződött. Az amerikai külügyminiszter, hogy amerikai választások vannak, ő már ezen a napon az egyik beszédében olvashatjuk, hogy Amerika a kelet-közép-európai államokat nem tekinti fegyveres szövetségeseinek. Magyarul ebből pontosan láthatod, hogy Amerika nem fog sokat tenni Magyarországért, ha arról van szó.
A Le Figaro 29-én írja, hogy sem Amerika, sem Anglia nem fog semmilyen meggondolatlan cselekményt végrehajtani. Ugye tudjuk, 29-én Izrael megtámadja ugye a szuezi válság miatt Egyiptomot, ami ugye egy kicsit megint érthető módon gazdaságilag, politikailag Angliának, Amerikának, Franciaországnak, akik ugye Izrael mellé állnak, sokkal fontosabb a szuezi válság megoldása, mint Magyarország. Sőt, ugye a Szovjetunió állt Egyiptom mögött, Szovjetunió visszalép, magyarul ezzel szabad kezet kap arra, hogy ő oldja meg Magyarországon ezt a problémát, tehát senki sem avatkozik bele. Ugye a nagyhatalmaknak sokkal fontosabb a szuezi válság, mint ez a kis ország, Magyarország. És talán ezért is olvasható ez 29-én. Aztán a New York Times két cikke november 1-én a cikk óvatosságra intett Moszkva következő lépéseivel szemben. November 2-i cikk szerint pedig Szovjetunió fegyveres beavatkozásra készül, magyarok már pontosan tudták, és addigra ugye a döntés meg is született, hiszen október 31-én ugye a szovjet kommunista párt eldönti, hogy leverjük ezt a forradalmat. Hivatalosan még senki se tud erről, ugye november 1-én kiviszik repülővel Kádárt Moszkvába, aki utána november 7-én a páncélozott tankokkal jön Magyarországra, és onnantól az ő kezében ugye a hatalom. Tehát ezt igazából mindenki tudja. Ugye azt is, hogy ez valamennyire Nagy Imre sejtette, hiszen november 1-i maga a szivatja Andropov volt, az akkori külügyminiszter, és Andropov mit mond? Nem, itt nem lesz semmilyen beavatkozás. Pontosan tudja, előző nap már megtárgyalták, hogy de, le fogják venni a magyar forradalmat, sőt, két naprára november 2-án a baráti kommunista államok Tito és társai ugyanúgy bólintanak, hogy igen, ezt le kell verni, ezt a forradalmat. Magyarul itt mindenki tudja, csak a magyar emberek és Nagy Imre nem tudja, hogy itt le fogják venni ezt a forradalmat. És hát én ezt is írtam itt ebben a részben is, a nyugat számára már november 4-e előtt sejthető volt, hogy mi vár Magyarországra, sajnos. És hát az 56 egy pofon a Szovjetuniónak és a kommunista rendszernek, de ahogy említettem már, a körülmények viszont nagyon kedvezőtlenek voltak, tehát a szuezi válság, az amerikai elnökválasztás, Ausztria ugye semleges, illetve amit említettem, a csatlós államoknak a beleegyezése, hogy leverjük ezt a forradalmat, ez mind ugye azt mutatta, hogy hiába szeretnénk, mint itt ezen a régi fotón, hogy oroszok haza, sajnos ez nem sikerül 56 kapcsán. És akkor nézzük a budaörsi sortüzet, ugye, amit említettem, több szempontból is szeretném bemutatni ezt. Két nagyon-nagyon neves történész, Káler Frigyes és M. Kis Sándor a 90-es évek óta kutatja többek között a sortüzeket, illetve az 56-os forradalom részleteit is, és az ő most az előadás végén majd látják a irodalmi jegyzék, nagyon-nagyon sok, nagyon komoly kutatást végeztek ők, tehát hogyha valakit érdekel, akkor azt mindenkinek át tudom küldeni. Tehát ő náluk ez olvasható, most akkor idézem őket. A szovjet csapatok a hatalmas veszteséget okozó harctevékenységen túl a felvonulásuk során is több erőszakos cselekményt hajtottak végre a fegyvertelen lakosság ellen. Például, és akkor ez olvasható náluk, október 27-én Budaörsön a szovjet harckocsik ágyúval és sorozatlövő fegyverekkel nyitottak tüzet a Szabadságút két oldalán sorban várakozó lakosokra, amelynek következtében 4 fő meghalt és többen megsebesültek, ugye idézett vége. Tehát a hivatalos történészek kutatásai szerint szovjet tankok voltak, akik jöttek Budaörsre, és így lettek áldozatok. Ugye a helytörténészek, Hauser József, és ráalapozza aztán az írását dr. Grósz András is, akit nálunk volt ugye a kollega történész levéltáros, ők úgy gondolják, és itt az idézetet szeretném akkor nem az egészet, egy részét felolvasni, tehát Budaörsön is 3-tagú nemzeti bizottság alakult, valamint egy közel 30 fős fegyveres csoport. Október 27-én a községház előtt tartottak nagygyűlést, a katolikus templomnál álló 3 tank, máig nem tisztázott okokból, a tömegbe lőtt, amelynek következtében 4-en meghaltak, és számos személy megsebesült. Idézet vége, tehát ez olvasható Hauser Péter, illetve Grósz András is cikkben erről írt, hivatkozva a Hauser Józsefre. Valószínűleg a tank stimmel, és az is, hogy valószínűleg Budapestről volt, de azt többen mondták kortanuk is, hogy így a templomnál nem valószínű, hogy ott álltak ezek a tankok.
Ugye nagyon nehéz teljes igazságot szerintem most már ennyi után szolgáltatni, de az is a cél, hogy ezt próbáljuk összerakni, ezt a képet, hogy pontosan mi történt Budaörsön. Csak egy kiegészítés, egy kutatás alapján, hogy milyen tankok lehettek Budaörsön, hogy a kérdés, ugye szovjet hadosztályok, páncélos járművek, katonák olyan mennyiségben jöttek akkor Magyarországra, mint Berlin ostrománál. És ahogy említettem korábban, ugye amikor Gerő 23-án este 9-kor dönt arról, hogy akkor beavatkoznak és leverik, az köztudott, hogy Fehérváron egy nagyon-nagyon komoly nagy kontingens volt, aki elindult Budapestre. És ha megnézzük csak simán mondjuk mai bármilyen kép sorozatot 56-tal kapcsolatban, akkor látjuk, hogy az október 23-a utáni napokban is tele van a város, az Üllői út, a körutak tankokkal, ugye jóval negyedik előtt, azért, mert ugye ezek a tankok már mind itt voltak. Tehát ezek nagyon hamar, ezért volt az, hogy 24-én, ugye a rádió ostrom után, 24-én hajnalban már egy csomó tank itt volt Budapesten, mert elindultak ugye Fehérvárról, tehát ők már itt voltak készen létben gyakorlatilag. Viszont ugye itt több kortanú mondta, hogy szerintük nem szovjet, hanem magyar harci kocsikról volt szó. Török Bálintról és a budaörsi reptérről magyar harckocsik, tankok is érkezhettek. Tehát ez is egy reális szenárió lehet, hiszen itt ugye laktanyák voltak, tehát onnan is érkezhettek. Azzal együtt, hogy ekkor tájt már elvileg a katonaság körülbelül a fele átállt, tehát ez is egy nagy kérdés, hogy volt itt elegendő mennyiségű annyi katona, hogy magyar katonai egységeket tudtak ide küldeni. És amit itt a előadás előtt itt egy pár látogatónak már említettem is, tegnap a Kossuth Rádióban este 7 órakor egy ilyen interjú készítettek velem meg két kortanúval az 56-os budaörsi eseményekről, és most mielőtt ezt az előadás elkezdődött, egy 90 éves egykori gépészmenők hívott föl engem, idézem is dr. Barabás Pál, aki a Villányúton lakott akkor, és mondta, hogy ő szinte teljesen biztos abban, hogy szovjet tankok voltak akkor Budaörsön, ugyanis mielőtt 90 éves, ő akkor nem 9-10 éves, hanem már 20 éves, vagy 20-as éveiben volt. És ugye pontosan emlékszik, mert ők nagyon érdekelték a tankok, meg az ilyen dolgok, hogy ő sokat sétált, és pontosan tudja, hogy itt az volt Osztyapenko területén, ott elkerítve egy területen tényleg tele volt szovjet tankokkal, de normál be se lehetett menni, és hogy ezeket pont az ilyen jellegű dolgokra küldték, tehát ahol probléma volt, ott ugye a szovjet tankokat küldték. Sőt, ő azt mondta, hogy szerinte biztos abban, hogy ez már a második különítmény volt, hiszen, ugye, mint mondtam, a 23-a este hírre, ugye a 24-e hajnalban beérkezett tankoknak egy nagy részét kilőtték. És ezért ugye még egy csapatot küldtek, akik ugye folytatták volna ugye a leverését a forradalomnak, és ők azok, akik ráadásul azt is mondta, hogy ugye 27-én Nagy Imre kormányát ismertetik, hivatalosan úgy tűnik, mindenki azt hiszi, hogy hát akkor itt igazából valóban egy kis változás indul, és azért emlékszünk, hogy 31-én hivatalosan kiküldik a szovjetek, hogy kivonulnak Magyarországról. Mi már tudjuk ugye, hogy közben a szovjet kommunista párt dönt arról, hogy leverik a forradalmat, ugye a forgószél hadművelet november 4-én el is indul, de a magyar emberek úgy tudják, hogy kimennek, hogy a szovjet tankok 31-én. Magyarul az a iszonyú sok tank, az itt kell, hogy valahol Budapest határában legyen, és ezért nagy valószínűséggel, amit ez az idős úr is mond, szovjet tankok voltak. Egy másik levelet is kaptam egyik kedves résztvevőtől, aki hát ugyancsak egyébként orosz hát kérdőjellel ugyan, de azt írja, aki, akkor idézem őt is, Zsámbéki zárójelben Schmidt Wendel, aki 7-8 éves volt 1956-ban, krumpli osztásra küldték szülei a tanácsháza elé, ugye a mai Szent Vince óvoda, és hirtelen megjelent egy orosz, zárójelben egy kérdőjel, teherautó vagy jeep, és a sorban álló emberek közé lőtt, a kis Wendel ilyetében egy dézsa alá bújt, sokáig nem mert előbújni. Ma 71 éves, Wendel élénken emlékezik az esetre, mivel hogy ő ugye kicsiként, ez azért biztos egy ilyen kisgyereknél, 7-8 éves, ez egy nagyon meghatározó esemény lehet. Tehát az idézet végig, és köszönöm. Nem.
Zsámbéki Vendel, igen, igen. No, de akkor így... Akkor folytatom, jó? Mert akkor az előadás után tudunk erről, nagyon érdekel engem is akkor erről beszélni. Tehát két mai, ugye, hát akkori kortanúnak a vélemény erről, tehát itt ők inkább szovjet tankra emlékeznek, mint bármi másra. És itt is látható egyébként ez a belvárosból egy kép. Na és a harmadik, ugye, hát hivatalos jelentés, hogy az Országos Rendőrkapitányság központi ügyelete szerint mi történt. Amit mondtam, amit ugye talán emlékszik kortanú, akik itt voltak az elmúlt években, hogy azt hiszem a Gönczi Lajos kortanú hozta el ezt a jelentést. Én az összes jelentést, ugye az AVH adatait kutattam a más munkámban, és azért mindig felkiáltó jellel zárja odaírtam, hogy nagy-nagy-nagy fenntartással kell az ilyenek. Nek a hitelességében hinni. A Gönczi Lajos, amit hozott, igen. A január valahányadikán. Igen. Van, tehát már a forradalom leverése. Igen, igen. Honvédelmi Minisztériumnak az anyagából. Igen, pontosan, de ez teljesen igaz, erre hivatkozik, hogy ez ekkor írt jelentést, az akkor egy felterjesztésben továbbították, tehát egy felterjesztés volt már az a januári, viszont ez állítólag ekkor íródott. Ezt mondom fenntartással, de hivatalosan, csak hogy lássuk, hogy hivatalosan ugye mit írtak erről. Hivatalosan ugye rabok megtámadták a pártházat, a tanácsházat, éppen akkor, amikor egy szovjet páncélos járőr arra haladt, ez tüzelni kezdett a tömegekre, aminek nyomán négyen meghaltak, többen megsérültek. Erre még nagyobb tömeg gyűlt össze, ezt a honvédek verték szét, és 150 fegyveres polgári szemét lefegyverezte, közöttük számos rabot, rabokat elfogták, hogy idézett vége. Hát ezt pontosan tudjuk, mi mindannyian, hogy nem rabokról volt szó, ennyire kell ennek hinni. Minden esetre itt is azért említenek szovjet tankot is, tehát nem kizárt azért, hogy szovjet tank köztük volt. És akkor a kortanúk, amit az elmúlt éveknek a jegyzetei, és köszönöm mindenkinek a segítségét, alapján próbáltam összegezni. Ugye többször szóba került már, pont tegnapi két kortanú is azt mondta, hogy ők úgy gondolják, mert nem hallottak se magyar, se szovjet szavakat, tehát ők nem tudják megmondani, hogy szovjet vagy magyar volt, de ők úgy gondolják, hogy magyarok voltak ezek a kocsik, ezek a járművek, tehát ez még mindig azért nem biztos, hogy szovjet tank volt, vagy magyar katonai egység. Az is lehet egyébként, hogy mind a kettő volt, hiszen lehet, hogy a Osztyapenko felől szovjet tank érkezett, az is lehet, hogy Török Bálint felől katonosság, vagy a laktanyából egy magyar katonai jármű érkezett. A Magyar Honvédség Központ irattárában egy kortan ugyancsak ugye a Gönczi Lajosnak, amit beadott az alapján, felterjesztés szerint, ugye ez a két tehergépkocsi, szerintük magyar katonák voltak, és a harckocsikból a lövöldözőkre tüzeltek, amelynek következtében halálos áldozatok és sebesültek lettek. Én nem tudok egy kortan utolsa arról, hogy itt ugye a tüntetők lövöldözni kezdtek volna, vagy náluk bármilyen fegyver lett volna, vagy bármi komoly atrocitás, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy ők békésen szerettek volna ugye változást, tehát ez megint csak ugye egy nem hiteles és nem a valóságot tükröző vélemény, de ezeket egyébként azért szeretem mindig megmutatni mindenkinek, mert egyébként más kutatásokban is olyan elszomorító, hogy ugye van, amit az ember tud, kutat, biztos benne, de x évvel később jön mondjuk egy talán nem szép szó, hogy zöldfülű kutatód, aki mondjuk nem ismeri ezt a témát, és előveszi a hivatalos iratokat, a német nemzetiségi tematikában is hány ilyen van, és utána azt már tényként tálalja mondjuk a dolgozatában, tehát ezeket mindig 50-es, sőt 40-es, 50-es, 60-as évek abszolút fenntartással kell kezelni ezeket a jelentéseket. És akkor nézzük még tovább, hogy a kortanúk által tapasztaltak, hogy kikre lőttek, tehát kik voltak az áldozatok, és ki vett még részt ebbe, hogy ki miatt történt ez. Ugye a boltban sorban állókat, illetve tüntetőket sebesítették meg, négyen meghaltak, azt hallottam itt több mindenkit, hogy sok házat is eltaláltak, 6-7 házat is. Itt látod, ez a múzeumi képtárban találtam ezt a képet, ezt ha felismerik, ez ugye nem 56-os szerintem, ez egy pár évvel utáni, de még mindenképpen 50-es, esetleg 60-as évek elejé kép kell, hogy legyen. Ez a CBA alatt van egy óvoda, és a mostani új posta irányába, hogyha tovább mennek, ez a két épület között található épület, és látszik, hogy ezt valószínűleg használták ilyen párt rendezvényekre, mert ott van egy tribün előtt, ott van rajta viszonylag nagy betűkkel ugye az akkori szlogen,
Úgyhogy az biztos, hogy itt azért ezekben az épületek, vagy ebben az épületben ezt ugye használt az akkori kommunista vezetés. És egy másik kortanútól hallottam, ha ez az épület, akkor ez, de ő mondta, hogy az óvoda és a posta épület között volt egy épület, amelyeken úgy volt oldalról lövés látható, ami nagy valószínűséggel olyan helyről érkezett, ami ugye a másik irányból érkező tank vagy páncélos kocsinak a lövése kellett, hogy legyen. Tehát ez megint egy picit azt támasztja alá, hogy lehetséges, hogy két oldalról is jöttek ilyen páncélos kocsik. Ami egyébként sok kortanú jelezte, hogy helyi kommunista hívta ki a sortüzet leadó katonákat. Tény, és ugye ez is hivatalosan ugye olvasható, hogy 57-ben ketten kaptak állami kitüntetés Budaörsön, mert segítettek ugye az ellenforradalom leverésében. Az mondjuk egy abszolút reális forgatókönyv szerintem, hogyha ugye megtámadják a pártszékházat, onnan kihúzolnak dolgokat, a ötágú csillagot leverik, meg el akarják égetni az ottani dolgokat, akkor aki mondjuk ott dolgozik és érintett, az biztos, hogy vagy elmenekül, vagy segítséget hív. És hogyha mondjuk közel vannak, teszem azt az Oszjepenkonál szovjet tankok, akkor nagy valószínűséggel ugye a segítség az érkezik is. Tehát ebbe én látok realitást, hogy ott valaki vagy valakik telefonáltak. Majd a további kiegészítésekből szerintem ez ugyanez erősíti ezt a feltevésemet. És akkor ezt a fotókat is a múzeumi képtárban találtam. Ha jól tudom, de ezt majd utána esetleg kortanúkkal még újra tudunk beszélni erről, ez az üzlet volt az, korábban ugye azt hiszem Vermes üzletnek hívták. Igen, és ez volt a nagy népbolt, igen. Amikor kicsi voltam, még akkor is ez működött 80-as években is, tehát ez viszonylag sokáig működő üzlet volt. Itt a másik két kép is, az egyik az most az IFI klub, az egy mozi volt, ugye látható is ott az alsó képen. Emlékszem még, hogy ilyen, az is 80-as években, kb. Ilyen árvácskára küldtek minket, így, hogy megnézzük ugye az osztályal. És a mellettelő képen pedig láthatjuk ugye itt a normál főúton, azok a régi típusú busz meg Trabant. Egy érdekesség, amikor kutattam azt, hogy hogyan figyelték meg a magyarországi németeket a 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években, már ugye a kommunizmus alatt, akkor rátaláltam egy olyan dokumentumra is, miszerint az egyik ilyen buszvezető, aki ugye mindig vitte be a budaörsieket busszal, az is egy ilyen besugó, tehát is egy ügynökként is, egy ilyen fedett ügynökként dolgozott, és ő állandóan beszélgetett a budaörsiekkel, főleg olyanokkal, akik ugye svábok voltak, akiknek elűzték, kitelepítették a rokonait, és így pontos jelentéseket tudott adni, hogy éppen mi történik ugye a budaörsi németekkel. Számos egyébként sváb településen voltak ilyen besugók, tehát akik így vagy úgy beépültek és jelentéseket tettek. És akkor nézzük azt, amit a budaörsi infóból találtam, ugyanis azt hiszem a tavalyi vagy tavaly előtt ilyen előadás és beszélgetés után kereste föl ezt a újság szerkesztőségét egy hölgy, azt hiszem, aki mondta, hogy rokona Schwarz András özvegyének, és hogy ezt a állítólag eredeti kéziratot adta le, és azt csak úgy közlöm mindenkinek, hogy ebből is esetleg egy picit meg, vagy többet tudunk meg. Tehát az eredeti kézirat alapján 56. október 27-én Budaörsön tüntetés volt a pártház és tanácsház előtt. A főút túloldalán a Vermes boltnál asszonyok csoportja várt a bejutásra. Két tank érkezett, géppuskával és ágyútűzzel szétkergették az embereket. Halottak és sebesültek feküdtek a földön, egyik halott Schwarz András, akit másnap az ótemetőben eltemettek. Juci néni, ugye ő volt a feleség. Második férje halálakor felhozott a nyughelyéről a felső temetőbe, és a két férj egy sírba került. Rátette a felkő alsó részére az első emléktáblát is, melynek szövege, sírod felett törködik az emlékezet angyala. Úgy idézett vége. És ugye ehhez kapcsolódik, ahogy idéztem is pontosan ezt, hogy sírod felett törködik az emlékezet angyala, ugye, hogy itt, hogy Budaörsön is, mindenhol, akik ugye áldozatokká váltak, azokat természetesen egyből el is temették, mint ez a nagyon kedves ismerősünk, a Kati néninek is a lányát egyből eltemették. De viszont a szovjet katonák holttesteit az hátrahagyták. Ez is nagyon sok fotót lehet megnézni egyébként bizonyos oldalakon, hogy hány helyen voltak egyébként ilyen szovjet katonák, halottak, akiket ugye
úgy látszik, ők nem találták annyira fontosnak, hogy ezzel foglalkozzanak. Itt egyébként az Almási téren, a Csengeri Antal szobránál látunk egy ugyancsak tüntetőnek, egy áldozatnak a sírját, akit eltemettek. És akkor a budaörsi információkhoz fontos kiegészítéseket szeretnék még tenni. Az első, a miértre szeretnénk választ kapni. Ugye az abszolút erős kommunista, hogy mondjam, széllel, vagy hát támogatásra bíró Marosán György és Révay József, ugye a Magyar Dolgozók Pártjának a politikai bizottság ülésén mondta, már október 23-án után nagyon röviddel, hogyha kell, lövetni fogunk. És hát valóban ez így is lett, tehát ők már el is döntötték 23-án, hogy lövetni fognak. És itt látható is, hogy a megtorló, megfélemlítő intézkedések egyik meghatározó formája volt a vételen, fegyvertelen lakosság ellen irányuló sortüzek. És egy pár példát itt, hogy ne csak Budaörs, hanem hogy lássuk, hogy szerintem Budaörs ennek része. 23-án Debrecenben már volt egy sortusz, 3 halott, a Budapesten ugye a rádiónál ismerjük, ugye 27 halott, a Kossuth téren hivatalosan 71 halott, Örkényben például még gyerekáldozat is volt, tehát még gyerek is belehalt a sortűzbe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Budaörsön is megfélemlítő céllal lőttek az emberek közé, tehát ott is hasonló lehetett. Nem hiszem, hogy a tüntetők megtámadták volna ott a tankokat, ebben szinte biztos vagyok, hogy nem így volt. A második kiegészítés, hogy úgynevezett háború kezdődik, hogy amit már meséltem is, és szerintem egy fontos fordulópont volt október 26-a az 56-os forradalomban, hiszen akkor úgy a vidék, mint a katonaság fele, ugye a felkelők a tüntetők oldalára áll, és hát ezután dönt úgy a vezérő Nagy Urko Lajos, hogy kegyetlen háborút indít, hatalmával visszaélve olyan módon, tehát ahol lehetett ő megfélemlítés céljából is ugye sortüzeket végeztetett el. Nagyon sokszor egyébként ezt olvastam más kutatásokban is, hogy a szovjet tankok, akiket behívtak, csak úgy láthatatlanban, ahol mozgást láttak, lőttek. Majd itt láthatod, ez később egy fotó, emlékszik mindenki, vagy tudja, megy mondjuk a Nagykörúton ott a MK, ha volt lottáruház környéke, tele van árkádos. Miért árkádos? Mert ugye ezek normál polgári házak voltak, a szovjet tankok az ő magasságukban kilőttek, ahol értek mozgó dolgokat. Statikailag instabilá váltak 56 végére azok az épületek, azért kellett ugye alátámasztani, azért lettek árkádosak azok az épületek, és látható is egyébként a kora az épületnek és az árkád kora, hogy ez már utólag került oda, erről van egy nagyon jó fotóm is majd. Tehát elindul egyfajta háború. És itt van egy bizonyíték, ez az elején említett két nagyon-nagyon neves történész kutatásából vettem, a előadás végén látható is a hivatkozás, hogy miből. Igazából 3-4 nap alatt, tehát október 26 és 29 között 45 sortűz volt, 50 településen 71 összetűzés a lakossággal, ami azt jelenti, hogy november 4-éig 220 áldozata volt ezeknek a sortüzeknek, és hogyha belevesszük még azt, hogy utána megtorló intézkedések sortüzeket is odaszámjuk, akkor még 80 ember halt meg, csak simán azért, mint hogy ez gyerekáldozat, vagy bárki, aki az utcán, vagy tüntetők, vagy sorban álló között volt, hogy megfélemlítsék az embereket, hogy leálljanak. Tehát úgy gondolom, hogy az október 27-i budaörsi sortűzés része lehetett ennek a úgynevezett háborús forgatókönyvnek, amit ugye elindította a kommunista hatalom. A kérdés az, ami egy kicsit a tankokkal összefügg, hogy kik adtak sortüzeket. Megint csak a kutatások alapján 4 csapat is, vagy hát 4 lehetőség is adódik, ugye szovjetek, a leginkább egyébként szovjetek, ahogy mondtam, iszonyú mennyiségű Berlin ostromához mérhető mennyiségű szovjet cirkáló tank volt Budapest és környékén. Itt is példákkal szeretném ezt mutatni, tehát például a Fehérváron egy cirkáló tank, hasonló, mint amit mondtam, tehát csak tömeg, mozgás, lövünk, 24-én tüzet nyitott a tömegre, 6-an meghaltak. Akkor a belügy karhatalom ÁVO, AVH besugó hálózat pontosan ugyanúgy ott volt, sőt, nagyon sok helyen beépültek a tüntetők közé, és akkor jelentéseket küldtek egyből, hogy éppen mire készülnek. És az ő segítségükkel ugyanáluk fegyver is volt általában, ők is sortüzeket adtak, vagy adhattak. Debrecenben október 23-án 2-en haltak így meg, Miskolcon október 26-án 16 halott. Érdekessége Miskolcnak, hogy ott egyértelművé vált, hogy ÁVO-sok lőttek,
és utána annyira feldühödött a tömeg, hogy utána fél tucat embert meglincseltek, tehát olyan szinten elszabadult a pokol, és ott egyértelmű, hogy ávósávéhes, tehát a karhatalom tette ezt. A határőrség természetesen olyan frekventált helyeken is ugyancsak sortüzet adhatott. Berzencén október 27-én 4-en haltak meg, illetve a hadsereg is, aki ugye nem állt át, és ugye a vezérőr nagy parancsára lőtt. Tatabányán október 27-én, tehát ugyanazon a napon, mint Budaörsön, 7-en haltak meg. Tehát az, hogy Budaörsön kilőtt, még azért mindig, ugye, amíg nem látjuk feketén-fehéren, hogy kik voltak, addig azért lehet, hogy szovjet, lehet, hogy magyar katonai harckocsiból lőttek minden esetre, a lehetőség ott van, és a szovjet tank az elég valószínűsíthető az ismereteink alapján. És hogy hol történtek ilyen sortüzek, és kik voltak ott, tehát kik voltak az áldozatok között. Ugye a fegyvertelen tömeg elsősorban a pártcégházak előtt tüntetett, ugye a pártállam szimbólumai voltak a pártházak, ugye sortüzek is ezek után itt voltak, Budaörsön is, hogy a tanácsház és a párt székház előtt tüntettek az emberek. A tüntetők között voltak, amint már mondtam is, államvédelmi operatív tisztek, tehát beépített emberek, akik folyamatos tájékoztatást adtak a tömeg hangulatáról. Ugye Budaörsön a pártszékháznál indult a tüntetés, illetve, amint már említettem is, hogy ez is egy adat, hogy 57-ben két helyi kommunista kitüntetést kapott az ellenforradalom leveréséért. Magyarul egyértelműen lehet az a forgatókönyv, hogy ott valaki vagy valakik hívták, tehát jelentették, és ezek után jöttek ugye a megtorló intézkedések, és ezután jött a sortűz is. És akkor nézzük a 56-ot képekben, egy pár képet, már csak azért is, hogy ez a nyomozás egy kicsit úgy még egyértelműbbé váljon. Ez 56-os kép, látható a Moszkva tér, de még tavasszal nem csodálkozunk, hogy az épületen pártállam szimbólumai ellen azért szerintem ekkor már biztos belül fortyogos sok ember, és volt ez a pont, hogy elegük lett ebből az egészből, ugye természetesen rajt temetése azért az elindította a lavinát. És akkor talán itt a férfiak ebben jobban tudnak segíteni, hogy a harckocsikat próbáljuk egy kicsit jobban megismerni, hogy ki mire emlékszik, tehát hogy itt milyen harckocsikkal találkoztak Budaörsön. Értelemszerűen föntről itt lent azzal a képpel indítunk, és utána pedig a többivel. Tehát ugye Korvin közben látunk egy szovjet rohamlövegek ISU 152-es típusút. Aztán az Üllői útnál itt fönt, az Üllői útnál látunk egy T-54-es harckocsit, ebből volt a legtöbb, T-34-es, T-54-es harckocsikból volt a legtöbb, abból is látunk a legtöbbet. Illetve itt a József körútnál egy BTR 152-es szovjet lövész szállító, ez egy páncélozott volt, nagyon helyben hagyták, tehát itt már látható ugye Ruszkik haza, sürgősen, tehát itt már a vélemény is rajta volt, ugye ezt láttuk, hogy nagyon sok tank, amit ugye harckértelené tettek, utána a Kossuth címet rakták, illetve a véleményük is már rajta volt, hát ezen is ugye látható a vélemény a tüntetőknek. Akkor a Kilián laktanyánál látunk egy IS-3 harckocsinak a roncsait. A Népszínház utcán áll egy ZIS 151 típusú szovjet teherautó roncsait. Ugye teherautóról is beszéltek többen itt a budaörsiek közül, tehát nem feltétlenül tank, hanem teherautó is volt. Illetve az Asztóriánál egy T-34-es tankot látunk. Ugye itt, hogy megy be, de itt is egy teherautót is látunk. És ezek egyébként mind, amit meséltem is, tehát ugye ez a még november 4-e előtt is tele voltak az utcák tankokkal, tehát iszonyú sok tank érkezett. Ugye, amint ez a 90 éves úr is mondta, hogy már a második, a kilőttek pótlására is érkeztek újak. Akkor látunk a Pollak Mihály téren ugyancsak egy T-34-es és egy 151-es típusú harckocsit. Látható is, ott viszonylag még egész állapotban. Akkor itt fönt a két katona, akik ugye már láthatóan éljen a forradalom, tehát ez már ugye harcképtelenített, ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza, ugye a vélemény is ott van rajta, ez egy T-34/85 típusú harckocsi, illetve a Szent István körúton egy PT-76-os úszó harckocsi, ez is abszolút páncélozott. Ez már a képre emlékszem, hogy ez 31-én készült kép, vagy nagyon sok kép készült, mind látványosan a nagykörúton vonulnak el, tehát mennek el az oroszok. Hurrá!
holott tudjuk jól, hogy akkor már döntés született arról, hogy leverik a forradalmat. Tehát sajnos nem így történt. Akkor megint páncélozott autókat, harckocsikat látunk egy T-54-es tank után, ez az oktogonnál van, látható. Nem tudom, hogy ilyen esetleg a harckocsik között a kortanúk szerint volt-e. Aztán az AVH épület, ugye a Fehér Ház, ahogy nevezik még más módon ugye manapság, egy katonai teherautó, illetve a felvonulási téren, ez egyébként már 58-as kép, tehát ez csak ez egy magyar csepel harckocsi, ez már ilyen felvonulás, erőfitoktatás abszolút, ez már ugye a leverése után történt. És ugye amit említettem is, hogy a későbbi lottóáruház, például ez, ahol látod, hogy ennyire kilőtték, és ugye alá kellett dúcolni, mert ugye statikailag instabilak lettek ezek az épületek, és így lettek ugye árkádosak ezek az épületek. Ami még egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy a forradalmároknak közel kétharmada nem múlt el 25 éves, és ugye tudjuk, hogy több mint 2500-an haltak meg. Magyarul több mint 2500 fiatal ember halt meg, ami azért tényleg egy nagyon-nagyon elszomorító, főleg ugye háború után, tehát fiatal emberek, akik igazából csak szabadságot szerettek volna, tehát ezért fontos szerintem, hogy gyújtsunk gyertyát az 56-os forradalom áldozatért, hősi halottaiért, és ugye ez is a mai nap célja, hogy gondolkozzunk, illetve gondoljunk az áldozatokra.